Apám egyike volt. Sevilla a leggazdagabb és legtekintélyesebb nemesének. Sokáig nem volt örököse, végül leírhatatlan örömére fia született. Én. A nyughatatlan hódító, a szabad életű sevillai nemes története számtalan szerzőt megihletett. Don Juan csak nem 4 évszázada, 1630-ban lépett először színre. Tirso de Molina, spanyol drámaíró 2 jól ismert, hazájában legendaként terjedő elbeszélést forrasztott össze, a gátlástalan csábító hódításainak sztoriát és a sírjából kőszoborként visszatérő, ártatlanul lemészárolt hős bosszújának a történetét. A Nyíregyházi Színház közönsége Molière művét láthatja majd, melynek szövegkönyvét Sedjánszky Nóra dramaturg és Horváth Illés a darab rendezője készítette. Az előadáshoz a rendező Puskin és Merimé műveiből is merített. A célja az volt, hogy a közönség még jobban megértse a főhős motivációit, jellemének alakulását. A címszerepet Nagy Idai Gergő alakítja, aki technikai okok miatt mindössze 3 héttel ezelőtt kezdett készülni a szerepre. Az idő rövidsége és a szöveg bonyolultsága még nehezebbé tette a feladatot. Rettenetesen nehéz szöveg. Tehát, hogy a szövegtanulás az, azért is mondtam, hogy a 24 órát vette igénybe, mert annyira nehezen volt befogadható maga a fogalmazás, meg az összeállítása a monológoknak, a textusnak, hogy ahhoz nagyon sok energiát kellett befektetni, hogy ez valamelyest megragadjon. Don Juan alakján és történetén keresztül Molière éles társadalomkritikát fogalmaz meg. A főszereplő a kor álszentségét, hazug értékeit leplezi le. Cinizmusra cinizmussal, hazugságra hazugsággal válaszol, szembesíti a szereplőket a saját gyarlóságaikkal. Mindenki talál magában Don Juant, így vagy úgy. Hát ez tulajdonképpen szerintem minden létező férfi személyiséget egybefoglal. A szenvedélyes előadás nem csak szerelmi hódítások története, számos vígjátéki elem és akciódús jelenet is látható a színpadon. A produkció főbb szerepeit Nagy Idai Gergő mellett Tóth Károly, Horváth László Attila, Szabó Nikolett, I.S. Ákos és Horváth Viktor alakítják az előadásban. Megyek néha, nekem is nagy kedvem lenne pokolba küldeni az én hercegnőmet. Halálra nem magam.